Ölmesi. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard. Tudjátok, van egy bizonyos időintervallum, mikor egy generációváltás után az új technológiát csupán kóstolgatják a fejlesztőbrigádok, mielőtt valódi pénzt mernének investálni egy valódi játékba. A 3D elterjedése okán a Prince of Persia sorozat is követte a mintát, először sikertelenül, csupán később a 2003-as Sands of Time-mal volt képes szép számokat felmutatni. Szép számokat. Konkrétan a Sands of Time-ot fejlesztő Ubisoft Montreal, igen, ugyanaz a Ubisoft Montreal, akiknek az Assassin's Creed-et köszönhetjük, kövezte ki az utat a jelenlegi generáció akciójátékai és platformerei számára. Királylány mentés helyett a játék kapásból egy ostrommal kezd, ahol a perzsa Saruman király és bizonyítási vágytól fűtött fia rohamoznak meg egy várat, melynek falain belül megannyi kincs várja őket. Hogy a falakon túljussanak, a perzsák árulót keresnek az ellenség berkein belül, és találnak is. A maharadzsa tanácsosa Zarvan leengedi a függőhidat, cserébe a kincs egy részéért. Hogy mielőbb biztosítsák a zsákmányt, a herceg előre ront, és a vérízét először megízlelvén magához veszi az idő tőrét. Ám már ott helyben megtapasztalja, hogy a legenda igaz, ugyanis a tőr tényleg mágikus erővel van felruházva. Apjának le is szállítja a zsákmányt, amire, mint kiderül, Zarvan is igényt tart. A király pedig kifosztja az egész kincstárat és magával visz egy gigantikus homokórát, ami az idő homokja néven fut a birodalomban. Hadjáratukról hazafelé menet Saramanék benéznek Azad városába megajándékozni a szomszédos szultánt, méghozzá nem mással, mint a homokórával. Zarvan látván, hogy ez az utolsó lehetősége, hogy megkaparintsa az áhított tört, a herceget felkéri egy demonstrációra, aki büszkeségtől hajtva beledöfi a tört a homokórába, ezzel szabadjára engedve annak tartalmát. Ez azért gond, mert nem csak a tőr, hanem a homok is mágikus eredetű, és aki nem képes uralkodni felette, a felett eljár az idő, és kiüresedett héjként éled újjá. Zarvan persze nem véletlenül akarta, hogy ez megtörténjen, ugyanis ő azon kevesek egyike, aki képes kontrollálni a homok erejét, hogy azt saját hasznára fordítsa. A herceget megvédi a tőr aurája, míg a harmadik túlélő, Farah, a kirabolt maharadzsa lánya egy medált viselve menekül meg. Tekintve, hogy éppen egy legenda igyekszik megelevenedni előttük, herceg és királylány összefog, hogy megakadályozzák Zarvan tervének beteljesülését. És el nem hiszitek, de ez egy érdekes szálám. Mielőtt elkezdenék lubickolni a történetmesélés szépségeiben, beszélnem kell a játékmenetről is. Run! Go back to the reception hall. Wait for me there. Go! A platform feladatok alapvetései megmaradtak, tehát rengeteg az ugrabugra, a lendületünket ki kell használni, időre menő fejtörőket kell megoldani, ám rengeteg elemmel kibővültek, például zászlórudakon lendülhetünk, falon futhatunk rövid távon, sőt kötelet is mászhatunk. A logikai ügyességi feladatok most is elkülönülnek a csatáktól, de igazából tök mindegy, melyiket nézzük, a fizikai modellezés és a mozgás kultúra egyszerűen forradalmi, még mai AAA címeknél is hiányzik ez a kifinomultság, ami a Sands of Time-ot jellemzi. A herceg alapvetően nem egy lomha túlsúlyos tinédzser, és támadásainak sincs igazán nagy ereje. Cserébe viszont jól képzett, és egyetlen szabjával olyan sebészi pontossággal operál, ha az életére törnek, mint eddig egy herceg sem. A mai napig csak ámulni lehet rajta, ahogyan átugrik az ellenfél feje felett, majd két súlyintásra földre kényszeríti opponensét, vagy ahogy a faltól elrugaszkodván nemes egyszerűséggel keresztül döfi őket. Ezeket az alkotó elemeket tegyük egy rendszerbe, hozzuk egyensúlyba, és meg is kapjuk a Sense of Time körülbelül 20%-át. De vicceltek? Még csak most kezdtem el a bemutatót.
Az idő homokjának elterjedésével a palotában mindenki szörnyé változott, akiket fizikailag sebezhetünk, ám meg nem ölhetünk, hiszen a homok élteti őket. A csapdák kerülgetése és az akrobatika mind-mind veszélyes mutatványok, és nem egyszer fogjuk elcseszni őket. Tehát a játék önmagában igencsak nehéz, sőt lehetetlen vállalkozás lenne, ha nem lenne nálunk az idő tőre. A tőr által ugyanis kedvünk szerint manipulálhatjuk az időt, tehát nem csak sztori elemként van jelen. Egyetlen gombnyomás és a játék bármely pillanata visszapörgethető, hogy a kritikus pillanatban éppen másképp döntsünk. Nem hárítottunk időben? Visszapörgethetjük. Rossz szögben ugrottunk? Visszapörgethetjük. Beleszaladtunk egy csapdába? Próbáld újra! Nem elhanyagolandó, hogy a tőrrel akár gyorsíthatunk vagy lassíthatunk az idő folyásán. Szóval amíg az ellenfelek megpróbálják felfogni, hogy mi történik, mi addig bőven kezelésbe vehetjük őket. Másrészt a tőr, mint harci eszköz sem utolsó. Ha aktiváljuk, miközben éppen egy delikvens nyársalunk fel vele, egyszerűen megszűnik létezni, mint fizikai entitás, és csak a homok marad utána. Mindezzel együtt a Ubisoft kiküszöbölte a Game Over felirat által indukált frusztrációt, és bevezette a kétkezes harcot. Ez utóbbit sokan a második rész érdemének szokták tulajdonítani. Szerintem nagyon is tévesen. A játék 90%-ában egyik kezünkben szabja, a másik kezünkben a tőr lesz, tehát adná magát, hogy a kombókat úgy lehessen előhozni, hogy lenyomsz három iránygombot, használod a tört, majd veszel egy PS kontrollert és megnyomod rajta az X-et és a kört, erre a herceg csinál két Chuck Norris-t és egy Van Damme-ot. Megcsinálhatta volna a Ubisoft a Devil May Cry mintájára a harcrendszert, és a Sands of Time így is úgy is jól fogyott volna, viszont ebben anno nem voltak biztosak. És pontosan ennek, illetve az Assassin's Creed atya Patrice Desilé-nek köszönhetően lehetséges, hogy a montreali csapat megalkotott egy olyan harcrendszert, ami esetében nem kell kilométeres kombókat megtanulnunk csak azért, hogy a megszokott sablonon túllépjünk. A legbonyolultabb mozdulatokat akár két gombnyomással is véghez vihetjük. Nekünk javarészt a környezetünkkel kell majd foglalkoznunk. Figyelni kell, hogy melyik szörny milyen állapotban van, milyen fegyverrel támad ránk, mennyi helyünk van akrobatát játszani, mennyi homok van a tőrünkben, és hogy az oldalunkon nyilazó Farrah éppen milyen helyzetben van. Annyi minden leköti a figyelmünket, hogy egyszerűen nem vesszük észre, hogy a mozdulatok repertoárja igencsak véges. Pont nem érdekel, mert a herceg felett olyan tökéletes kontrollunk van az egyszerűen kivitelezhető komboknak hála, mint sehol máshol. A hadigépezet pedig egyszerre 5-6 ellenséget is a nyakunkba sóz. Persze nem túl okosak, de olyan erejük van, amit nem vagyunk képesek gyors helyzetfelismerés és reakcióidő nélkül ellensúlyozni. A tőr sem mindenható. Homokkal működik, és a minimalista kezelőfelületen láthatjuk töltöttségét. A főtartály mutatja, hogy hányszor pörgethetjük vissza az időt, míg a mellette lévő szimbólum telítettsége a harcban aktívan felhasználható mennyiséget jelzi. Sőt, még a logikai és ügyességi feladványok közben eltelt időt is méri, szóval nem csak hogy hasznos, de tökéletesen illeszkedik a játékmenetbe, pedig egyáltalán nem kellene, mivel a tőr jelenléte csak a sztori szempontjából fontos. A játék minden eleme már önmagában is megállná a helyét és verné kenterbe a mostani játékfelhozatal egészét, mégis a Ubisoftnál vették a fáradtságot és kidolgoztak egy olyan varázslatos perzsa világot, amitől Krúdi Gyula is beájulna, ő pedig szép irodalomban gondolkodott. Ez azért lehetséges, mert a Sands of Time egy 20. századi klasszikus igényességével van megírva. Nincs túl zsúfolva akcióval a történet, átvezető mozit is igen ritkán kapunk, dialógus is csupán elvéte van, ám az a kevés nem reked meg a könnyen memorizálható egysorosok szintjén, amiktől annyira epic lesz minden játék, hogy a képernyőről kifolyó gicsbe fulladok bele, semmi ilyesmi nincs a játékban. Ehelyett szimplán rohamot indít a játékos minden érzékszerve ellen. Először is az atmoszféra. A szultán kataklizma sújtotta palotája tökéletes hátteret biztosít. Minden 20. percben egy teljesen más teremben vagy terepen ugrálunk, és tekintve, hogy Farrah és a hercegen kívüli egy árva lélek sincs a várfalon belül, így a Jade motor megmutatja fogafehérjét, sehol egy alacsony felbontású textúra, a homok valóban szemcsés, a herceg haja úgy lobog, mint egy hajlak reklámban, a fényhatások pedig egy kevés túlvilági érzetet kölcsönöznek a játéknak. Mondjuk nem volt nehéz dolga az utómunkának, mert a Sands of Time amúgy is rogyásig van pakolva különféle déli bábokkal. Nem egyszer lesz déjà vu érzésünk, rengeteg az elrejtett járat, amelyek sokszor végtelennek tűnnek. Ezek amúgy nem csak a játékost, hanem a két főszereplőt is megkavarják, és ez a legfontosabb, ugyanis mindezek ellenére a környezete másodlagos tényező. A Sands of Time belső utazásra invitál minket. Egy mese részesen lehet az ember, melyben ott van az önfejű királylány, a 10 éves korszakot lassan hátrahagyó herceg és a gonosz vezír.
Utóbbira nem érdemes túl sok szót felcsérelni, mert csak mint a gonosz megtestesülése van színen. Ám a herceg jelleme és annak fejlődése rögtön megragad. Itt van ez a fiatalember, aki nagyságot és becsületet keres, emellett szeretne megfelelni édesapjának, akit viszont rögtön el is veszít a történet elején. Életében először van magára utalva, és életében először szabad, hogy mindenkitől függetlenül magára találjon és kialakítson magának egy olyan értékrendszert, ami alapjaiban fogja őt meghatározni. Másrészt hozzátársul ugye a királylány, aki iránt nyilván gyöngéd érzelmeket táplál majd, de előtte a hercegnek le kell küzdeni a másik nemmel szemben érzett félelmét, amit természetesen férfi mi voltából és titulusából fakadó felsőbbrendűséggel próbál maszkírozni. Félelmetesen életszerű a viselkedésük, amit még tovább hangsúlyoz játékmenetbeli együttműködésük. Farrah átfér a szűk nyílásokon, és olyan kapcsolókhoz fér hozzá, amikhez mi magunk nem tudunk. Harc esetén pedig a háttérből nyilaz, mondjuk nem egyszer a herceget találja el, de legalább bocsánatot kér érte. Mi azonban a minden csetlés botlás ellenére kibontakozó szerelmi szál gyakorlatilag az egyik, ha nem a legszebb kapcsolat, amely virtuális karakterek között alakult ki. Sokáig gondolkodtam rajta, hogy mi működik benne ennyire jól, azon kívül, hogy nem vállal kockázatot és szakkönyvszerűen folyik le. És ekkor jöttem rá, hogy az egész játék erről szól. A szerelemről, ami időtlen, ami játszadozik az ember érzékeivel és végtelennek tűnik, akárcsak az idő. Persze az írók feszegetik az olyan kérdéseket, hogy vajon van-e létalapja a sors fogalmának, vagy hogy hogyan tudjuk kezelni döntéseinket és annak következményeit, tehát minden olyanra kitér, ami egy 18 évesnek megfordul a fejében, de a szerelem egész művön átívelő motívuma a legmeghatározóbb, és ez a Sands of Time legegyedibb vonása egyben ettől válik egyedülállóvá az egész játékiparban. A zene ehhez mérten fenséges. A megmaradt keleties dallamokat, és ez az, amitől a hajamat letettem, keverték rockkal. Ismét zseniális húzás. Hihetetlen, hogy az egyébként is igen ritmusos perzsa számokkal mit művel az elektromos gitár. Ráadásul intenzitásuk attól függ, hogy a történet mely pontján vagyunk. Ki kellen harcolunk, és talán mondani is felesleges, de ahány dal van a repertoárban, annyiszor talál be a játék. Az eddig számomra ismeretlen Stuart Chatwood zenei munkásságát azóta is figyelem. Kár, hogy a Prince sorozaton kívül máshol nem igazán alkotott. Ezzel szemben a herceg hangját adó Yuri Lowenthal ezután a szerep után vált elismert szinkronszínésszé, amit egyáltalán nem csodálok, mert ebbe a szerepbe apait, anyait beleadott. Pusztán a hangján legövethető az a jellembeli változás, amin a herceg keresztül megy, ami nem kis teljesítmény, hiszen a kaland elejét és végét taposó herceg alig összeegyeztethető. Farrah és a vezír hangja hozza a kötelezőt, előbbi kislányosból érlelődik nőivé, utóbbi pedig lelkiismeret furdalás nélkül vált alázatosból fenyegetőbe. Tekintve, hogy a Sands of Time sok időt fektet a karakterizálásba és az atmoszféra kiépítésébe, ezért a cselekmény a játék végéig háttérbe szorul és egészen odáig tartogatja a legnagyobb csavarokat. Ezekről is szeretnék egy keveset beszélni, tehát aki át szeretné ugrani azt a szekciót, javaslom, hogy tekerjen az utolsó percig. A játék során a herceg igen gyakran belenéz a saját jövőjébe és látja, hogy Farrah el fogja árulni azzal, hogy ellopja a tört. Ez persze bogarat ültet mind a herceg, mind a játékos fülébe, ám az egyre erősödő vonzalom a két karakter között igazából rácáfol ezekre a látomásokra. A probléma ott kezdődik, hogy egyre gyakrabban ér vissza ez a kép, elégszer, hogy a herceg kételkedni kezdjen a királylányban. Elérik a homokhórát, és épp vissza akarnák tölteni a homokot, mikor a legkritikusabb pillanatban a herceg kérdőre vonja Farrah-t, ezzel azonban lehetőséget adva Zarvannak, hogy elintézhesse őket. Zarvan ugyan nem szerzi meg a tört, ám a szerelmes páros egy sírkamrában találja magát, ahonnan nincs kiút. A herceg belátja, hogy hibázott, Farrah pedig elfogadja a bocsánatkérést, és egy varázsigét kimondva kinyílik a koporsó fedele, ami egy fürdőt rejt maga alatt, itt pedig végre beteljesedik a fiú és a lány szerelme. Ezután pedig felébred a herceg a koporsó fedelén. Farrah ellopta az idő tőrét, hogy maga fordíthassa vissza az időt az ostrom napjára, mielőtt Zarvan elárulná apját. Egy pillanatra álljunk meg, tehát a homok általi illúzió ekkor foszlik semmivé, ami, mint mondtam, egyenlő azzal az álomképpel, amit a szerelem nyújt egy ember számára. A fürdőben történtek könnyen lehet, hogy csupán egy álom részei voltak, ám akkor Farrah igényének tényleg lehet valami varázsa, vagy csak szimplán ő nyitotta fel a koporsó fedelét, mikor kimondta a szót. Mivel teljesen elveszik az időérzékünket, ezért semmilyen támpontunk nincsen, mely alapján értelmezhetnénk a helyzetet. A herceg ettől függetlenül úgy dönt, hogy megmássza a homokóra tornyát, hogy megmentse a királylányt. Egy kicsit sem zseniális, á. És ekkor lehetünk szem és fültenúi a videójáték történelem egyik olyan jelenetének, melynek láttán nincs az az ember, akinek nem szárad ki a torka. A herceg valóban megmenti a királylányt,
a szörnyektől, ám saját bűntudatától már nem tudja. Ez a végső löket a herceg számára, mely felébreszti benne a harcost, aki vért akar és előrevetíti, hogy miről fog szólni a második rész. De előtte lássuk, hogy mi is történt csak valójában. Ismét zseniálisan használták a tört, de ezúttal a szimbolikáját. Egyrészt, ha nincs fel a kezében a tör, és anélkül indul útnak, a herceg nem kapta volna el. Ám nem ez történt, és itt jön be az, amiről beszéltem a bemutató alatt, az időt manipuláló tőr és a szerelem ugyanaz, ám nem foghatják meg egymás kezét pont emiatt, mert ez csupán illúzió, az idő megy tovább. Ezt azonban csak egyikük hajlandó elfogadni. Farah, aki ezután látja, hogy árulásával mit tett a herceggel, és nem akarja, hogy tovább szenvedjen. A herceg persze csak ezután jön rá, hogy mi a nagyság ára. Amit most már utólag nem akarna megfizetni, a vezír látván, hogy a fiú megtört, felajánlja az idő feletti uralmat a tőrért cserébe, ám a herceg nem fogadja el, mert így örökre ő lenne a hibás szerettei haláláért, ezért inkább a halált választja, és beledöfi a tört a homokórába, ezzel visszatérve a történet elejére. Live forever, and those I loved are dead and I to blame. I choose death. Lehetett volna egy álom az egész, ha nem más emberként ébredt volna ezúttal, tőrrel a kezében. Ismerős lehet továbbá az a nyúlfarknyi jelenet, amely a játék kezdésekor köszönt, ahol a herceg csak áldogál, majd besétál a királylány hálószobájába, és itt jön rá az ember, hogy milyen tudatosan van megszerkesztve a narratíva, milyen meglepő. A játék folyamán a kalandot már átélt, tapasztalt herceg az, aki meséli a történetet, az, aki éppen Farahnak meséli a sztorit, aki halott volt annak a végén, így nem emlékszik rá. A herceg azonban ezzel leleplezi Zarvan árulását, aki ugyan megpróbálja megölni mindkettejüket, ám homok nélkül nem jár sikerrel. Farah és az apja így megmenekül Saramantól, ám tekintve, hogy a kisasszony nem emlékszik a kalandra, így a legtöbb, amit a herceg iránt érezhet, az csak a hála. A herceg ezt elfogadja és átadja a tört. But why did you invent such a fantastic story? Do you think me a child that I would believe such nonsense? I said I owe you thanks. You presume too much. Such a fantastic story. Do you think me a child that I would believe such nonsense? You're right. It was just a story. Ettől függetlenül futja még egy csattanóra, mikor Farah megkérdezi a hercegtől, hogy mi a neve, a fiú visszamondja a lánynak a varázsigét. Zseniális lezárás egy zseniális játéknak. Az ember mondhatná, hogy nem is kér többet. Ám ez nem igaz, mert a hercegben valami felébredt a végső csatában. Valami, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, sem elpusztítani, csupán szembesülni lehet vele. Ez pedig nem más, mint a belső harcos. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, írd meg a véleményedet az otherworld.hu-n, csatlakozz hozzánk Facebookon, vagy kövesd a híreinket Twitteren.